Ez a világnézet, üdvözlöm a kedves hallgatókat, a mikrofon mögött Nagy Jonatán Imre. A mai vendégünk pedig Bendazsevszki Anton, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatója, a posztszovjet térség szakértője. Köszönöm, hogy fogadod a hívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlök téged is, a minket hallgatókat is. A mai adásban az eurázsianizmusról, az eurázsiai mozgalomról, illetve Putyin ideológiai hátteréről fogunk beszélni. Pontosan mi is az eurázsianizmus, hogyan lehetne ez definiálni? Ez egy ideológia, ez egy kulturális, történelmi, ideológiai nézeteknek a keveréke, amely a 20. század elején jelent meg. Hát, hogyha itt az előtörténetéről kellene beszélni, akkor ez pontosan 1921-re datálják az eurázsianizmus megjelenését. Akkor négy orosz szerző kiadott egy könyvet, amelynek az volt a címe, hogy kelet felé tartva, vagy kelet felé egyszerűen. És ugye az volt az érdekesség, hogy ez a négy szerző, ők mind különböző háttérrel rendelkeztek, volt közöttük egy geográfus, egy történész, egy nyelvész, sőt egy ilyen zene történész is. És ezeknek a igazából ennek a könyvnek a megjelenésétől kezdve datálják az eurázsianizmus, mint ideológia, mint nézetnek a megjelenését. Utána az elkövetkező években nagyon sok, nem tudom, esszé, kritikai vitairat jelent meg, és a különböző orosz nyelvű környezetben sokáig vitatkoztak erről a eurázsianizmusról, milyen helyet tölt be az orosz történelemben, és stb. Hát a lényege az, hogyha itt tételesen sorolnám fel, a lényege az, hogy az eredeti szerzők úgy gondolkodnak Oroszországról és Oroszország helyéről, hogy egyrészt nagyon meghatározó a földrajzi tér. Azt gondolják, hogy van egy egységes földrajzi tér, ami nem konkrétan, vagy nem kizárólag Oroszországra korlátozódik, hanem ennek része többek között a Mongólia is, vagy része Kelet-Európa is. Egy olyan szárazföldi, kontinentális földrajzi tér, ahol különböző népek élnek, tehát nem is egy konkrét néphez kapcsolódik, viszont egy földrajzi egységben élnek ezek a népek, évszázadokon keresztül bizonyos kulturális kötelékek kapcsolták össze ezeket a népeket, és ilyen sajátos történelmi háttérrel rendelkeznek ezek a népek. Tehát ez a földrajziság, ez egy tétel ebben az eurázsianizmusban. Aztán a másik ilyen meghatározó gondolat az az, hogy az orosz gyökerek nem a kijevi Ruszban keresendők, tehát a mai Oroszországnak, a mai orosz identitásnak a kialakulása az eurázsianizmus gondolkodói szerint nem a kijevi Ruszban keresendő, hanem, meglepő dolog, a mongol birodalomban. Tehát szerintük a mongol hódítás volt az a fajta meghatározó erő, amely a jelenlegi orosz identitást kialakította és meghatározta. Szerintük a Genghis Khan birodalma és ugye az egész mongol hódítás, vagy az aranyhorda egy olyan kontinenseken átívelő birodalmat teremtett, amely ugye összefogta az európai és az ázsiai kontinens egy részét, amely olyan identitással, olyan háttérrel bír, ami ugye mai Oroszországra is fontos hatást jelentett, és a mai Oroszország lényegében követi ezt a mongol birodalomnak a hagyatékát. Tehát ki is mondják az eurázsianizmus szerzői, hogy Oroszország nem a kijevi Rusz, nem az Európának az örököse, nem az európai kultúrkörhez tartozik, hanem egy ilyen ázsiai-európai kevert háttérrel bír, egy ilyen eurázsiai háttérrel bír, és ők a mongol birodalomnak az örökösének tartják a mai Oroszországot. Tehát lényegében ők azt mondják, hogy a mai Oroszország, vagy pontosabban még ugye a cári Oroszország, aztán a Szovjetunió, ugye megteremtette azt, amit annak idején a mongolok a
13. 14. században, csak ők ezt jól csinálták, egy jó ideológiával, például egy keresztény ortodox ideológiával, egy más alapon, de ugyanezt csinálták meg, mint a mongol birodalom, és ők közvetlenül annak az örökségéhez tartoznak. Tehát ezek nagyjából az alapok, amelyekről beszélünk, és aztán ez az eurázsianizmus eszmei világa különböző újabb nézetekkel bővült, evolucionált. Aztán egyébként a szovjet korszakban egy darabig feledésbe is merült, és a 70-80-as években megint előjött Lev Gumilyov, orosz történész kapta fel ezt az ideológiát, és az ő munkái alapján megint népszerűvé vált Oroszországban. Most pedig ugye valószínűleg a hallgatók is ismerik, vagy hallották a legismertebb képviselőjének a nevét, Alekszandr Dugin. Ő új elemekkel bővítette ezt az eurázsianizmus eszmei világát. Tehát nála egyfajta, inkább egy ilyen neo-eurázsianizmusról beszélünk, de alapvetően ő is ugyanezekből a gyökerekből, ugye a 20-as években, 1920-as években kialakított koncepciónak, vagy ideológiának az alapeszméjét vette alapul, és azokat bővítette új elemekkel. Szerinted mennyire lehet köze ennek az expanzív ideológiának az orosz-ukrán háborúhoz? Hogyan jelenik meg ez az ideológia a hétköznapi politikában Oroszországban? Hát mindenképpen köze van hozzá, hiszen ugye, erről valószínűleg fogunk még beszélni, az eurázsianizmus az egy jellemző ilyen politikai ideológia, amely ugye hatással van az orosz vezetésre, vagy meghatározza az orosz politikát, de egy meghatározó ideológiai irányról van szó. És nem is azt mondanám, hogy itt sokszor beszéltek arról, vagy írta a sajtó, hogy Alekszandr Dugin milyen hatása volt Vlagyimir Putyinra, vagy Alekszandr Dugin Putyinnak az ideológusa. Én ezt nem gondolnám, hogy így lenne. Biztos, hogy Duginnak jó kapcsolatai vannak az orosz politikai elitekkel, de alapvetően az orosz vezetés nem is az Alekszandr Dugin féle koncepciókon nőtt fel, vagy azokban szocializálódott, hanem inkább a Lev Gumilyov féle eurázsianizmus az, ami meghatározó volt az orosz vezetés számára. Ugye ezek a 70-80-as években terjedő nézetek, akkor Lev Gumilyov nagyon népszerű volt a Szovjetunió végéről, a mai Oroszország kezdetéről beszélünk. Ugye az eurázsianizmus gondolatvilágának egy része arról szól, hogy itt ez egy birodalmi koncepció. Oroszország egy birodalom, a mongol birodalomnak a hagyatékán, vagy a kiinduló pontján, vagy abból merítkezik. És ugye a koncepcióban továbbá fontos, hogy ahogy említettem, hogy ez egy földrajzi alapú koncepció, nem egy konkrét névhez kapcsolódik. És ugye ugyanez jelenik meg, hogyha valaki elolvassa Vlagyimir Putyinnak a program jellegű cikkeit az elmúlt évekből, amikor az ukrán népről beszél, hogy nem létezik olyan ukrán nép például. Világosan előjönnek ezek az eurázsianista gondolatok, ahol nem szánnak szerepet az etnosznak. Tehát számukra nem a, nem tudom, az orosz nép, vagy a lengyel nép az, ami fontos, hanem az egész, lényegében az egész népcsoport, ami ugye közös gyökerekkel rendelkezik, tehát a szlávok. És itt ez szorosan kapcsolódik például a pánszláv ideológiához is, ami szintén jellemző Oroszországban. Tehát ha ebből a nézetből nézzük, hogy milyen közel van az eurázsianizmushoz az orosz-ukrán háborúhoz, akkor már is előjön legalább két-három olyan párhuzam, hogy az egyik az imperializmus, van egy nagy birodalom, amely egy régi birodalomnak az örököse, amelynek a történelmi feladata, a történelmi küldetés tudata, hogy egyesítse ezeket a két kontinensen átívelő síkság területeket,
És a másik pedig vonulat az, hogy nem számít, hogy ott most oroszok élnek, vagy belaruszok élnek, vagy ukránok élnek, vagy lengyelek élnek, hanem ezek mind azonos történelmi identitással, ilyen kulturális háttérrel rendelkező népcsoportok, a szlávok, és ezeket a szlávokat ugyancsak van egy ilyen történelmi, ilyen kulturális küldetés tudat, hogy ezeket a népcsoportokat, amelyek azonos háttérrel rendelkeznek, ezeket egyesíteni kell egy birodalom alá. És nyilván az orosz birodalom az, ami alá ezt egyesíteni kell, hiszen ugye azt mondják, hogy az orosz birodalom bír olyan eszközökkel és olyan képességekkel, hogy ezt megtegye. Tehát ezek a gondolatok világosan előjönnek ebből a koncepcióból, és ugye jellemzik a mai konfliktusnak a gyökerét. Vagy meg lehet említeni például azt, hogy az eurázsianizmusnak a gondolkodói erősen nyugatellenesek voltak. Tehát nem hiába mondták azt, hogy az orosz birodalomnak a gyökere nem Európában keresendő, ők nem Európából eredeztették magukat, hanem inkább Ázsiából, vagy Eurázsiából, mert szerintük, és ezt ugye 1920-as években írták, szerintük a nyugatnak leáldozott, a nyugat ideje lejárt, és egyébként itt nem akarom megzavarni a hallgatókat a sok különböző tézissel és elmélettel, de a Lev Gumilyov, említettem, hogy ő nagyon meghatározó eurázsianista gondolkodó volt a 70-80-as években, neki az egyik alaptézise a népeknek a szenvedélyességéről szólt, és ebben ő kifejtette, hogy a népek olyanok, mint az élő szervezetek, élő organizmusok, és a népeknek is vannak bizonyos ilyen fejlődési szakaszai, vannak fiatal népek, vannak már ilyen érett népek, és vannak azok a népek, akik már öregek, akiknek lényegében leáldozott, akik lefelé ívelő pályán vannak, és az ő világbeli pályafutásuk véget fog érni, mert elöregednek. És Gumilyov azt mondta, hogy a nyugati civilizáció, nyugati népek, azok már öregek, öregedtek, tehát nekik már leáldozott, az ő idejük mindjárt lejár, és azt mondta, hogy a szláv népek, azok pedig a fiatal népek csoportjához tartoznak, a szláv nép, mint olyan, valamikor a 11-12. Században alakult ki, kulturálisan, történelmileg, identitásbelileg, és ők mindenképpen, tehát lényegében ő azt mondta, hogy a jövő a szlávok mellett van, és ezeket a tíziseket egyébként a jelenlegi orosz politikai vezetés is vallja. Tehát ez a fajta nyugatellenesség, a nyugat ideje lejárt, ezek most az orosz birodalomé, vagy a szlávoké, az pedig felfelé ível. Összegezve, tehát ha jól értem, Putyin küldetés alatt azt diktálja, hogy létre kell hozni egy egységes szláv nemzetet, kvázi egyesíteni a szláv országokat. Így van, hát ez egy eleme ennek a... Putyinnak vannak, tehát Putyinnak a gondolkodása viszonylag jól lekövethető, mert az elmúlt 10 évben számos nyilvános programcikket publikált, amelyben kifejtette a téziseit, a nézeteit a világról, arról, hogy hogyan gondolkodik Oroszország helyéről. Tehát többek között ugye elmondható, hogy ő ilyen multipoláris világrendben hisz, abban hisz, hogy Oroszország az a világ politikának az egyik pólusa kell, hogy legyen. Ugye 2010-es években indultak el azok az integrációs törekvések, amelyek Vlagyimir Putyin nyitott el, ugye a Vámunió, az egységes a gazdasági tér és az Eurázsiai Gazdasági Uniónak a létrehozása, ezek mind ugye ezeket az integrációs törekvéseket követték, de tehát van benne egy olyan ilyen úgymond történelmi küldetés tudat, amiről beszél, hogy helyre kell állítani az orosz birodalomnak a néhai területét. Ugye sokan hallották Putyinnak a 2000-es évek elején elmondott híres mondatát, hogy a 20. század legnagyobb geopolitikai katasztrófájának Putyin a Szovjetuniónak az összeomlását nevezte.
Tehát ő vissza próbálna visszanyúlni ahhoz a birodalomhoz, ami ugye 1991 előtt létezett, csak ő azt mondja, hogy nem biztos, hogy olyan formában kell azt létrehozni, mint a Szovjetunió. De ebben nyilván van egy olyan elem is, hogy a Szovjetunió az papíron egyfajta föderáció volt, ugye különböző köztársaságoknak az uniója, de Putyin inkább egyfajta központi hatalommal felruházott birodalomban gondolkodik, mint amilyen az orosz birodalom volt, ami egy erősen központosított államalakulat volt, ahol mondjuk a közép-ázsiai országoknak, vagy a kelet-európai országoknak nem nagyon volt mozgástere, ők a birodalomnak a részei voltak. Tehát inkább ebből merít Vlagyimir Putyin, mint a Szovjetuniós korszakból. Tehát van benne egy ilyen történelmi, orosz történelmi küldetésztudat, hogy helyreállítsa, vagy visszaállítsa azt az orosz birodalmat, amely előtte évszázadokon keresztül létezett. Ugye azt is tudjuk, hogy Vlagyimir Putyinnak ki a mintaképe, ezt már többször mondta, Nagy Péter a Vlagyimir Putyinnak a mintaképe, és egyébként Nagy Péter nem eurázsianista volt, nyilván akkor nem is létezett ez a nézet, de ő nyugatpárti volt. Tehát Nagy Péternek egyébként az volt a koncepciója, hogy átveszi a nyugatnak a fejlettségét, a technológia újításait, a gyakorlatait, és átülteti Oroszországba. Mindegy, ez csak egy zárójeles megjegyzés, de minden esetre Nagy Péter ettől függetlenül imperialista volt, tehát ő orosz birodalomban gondolkodott, és ez megmondja Vlagyimir Putyinban is. És a másik koncepció, amit te is említettél, a szláv népek egyesítése, az megint csak ugye jellemző, és részben ebből az imperializmusból is fakad, hogy ennek a birodalomnak azokat a népeket kell egyesítenie, amelyek egy történelmi, kulturális, etnikai háttérhez tartoznak, és hogy ez a szláv népeknek a kultúrköre. És egyébként ezek a tézisek nem újak, tehát ez a pánszlávizmusnak a gondolatvilága, és még valamikor a 18-19. Században indultak a szlávok Európában, nem csak Oroszországban, vagy Oroszország perifériáján élnek, hanem Balkánon is, ugye nagyszámú szláv élnek szlávok ugye Közép-Európában is, Kelet-Európában is, és a 18-19. Században ez egy jellemző ideológia volt, hogy ezeknek az Európa szerte élő szlávoknak egy közös államra van szüksége, és az akkori Oroszország próbált versenyezni azzal, hogy akkor ő lenne az az állam, ahova ezeknek a szlávoknak tartoznia kell. De egyébként voltak olyan gondolatok is, csak zárójelesen az osztrák-magyar monarchián belül, hogy az osztrák-magyar monarchián belül egy föderatív egységnek, egy ilyen szláv föderatív egységnek kell létrejönnie, amelyben a birodalomban élő szlávok lennének benne. Tehát mondjuk ilyen koncepciók is voltak, de alapvetően Oroszország úgy gondolkodott, hogy az Európa szerte élő szlávokat egy országba kell egyesíteni, és ez nyilván orosz vezetéssel valósulna meg. Tehát a jelenlegi Oroszország valahol ezekhez a koncepciókhoz nyúl vissza. És csak hogy említsek néhány jellemző népet vagy országot, ugye ne feledjük el, hogy Európában többek között ugye a szlovákok, a csehek, a lengyelek, a szerbek, a bolgárok, horvátok, ők mind ugye szláv népek csoportjához tartoznak, és a mai orosz koncepciók szerint ők hozzájuk ráillik az a leírás, vagy az a koncepció, amiben a mai Oroszország gondolkodik a szlávok egyesítéséről. Látjuk, hogy a mostani világban, az úgynevezett egypólusú világban a demokrácia és a jogállam az emberi jogokkal alapvető értéknek számítanak. Hogyan vélekedik erről az eurázsianizmus, illetve az ideális államformál és az emberi jogokról? Ez nagyon érdekes kérdés, mert az eurázsianista koncepcióban ezek nem foglalnak
nem nagyon említenek, nem nagyon említik a demokráciát, vagy, vagy az emberi jogokat. Tehát ezek olyan fogalmak, olyan ideológiai elemek, amelyek nem fontosak, vagy nem részei ennek az eurázsiai ideológiának. Sőt, ugye a Dugin-féle képviselt neo-eurázsianizmusban ezek inkább olyan elemek, amelyek egy ellenséges ideológiának a részét képzik, ugye a nyugati világ ideológiának a részét képzik, ugye a liberális demokráciának a részét képzik, és ezért a Dugin-féle elméletek azt mondják, hogy ezeket, tehát mondjuk az emberi jogokat, vagy a demokráciát, azt erőszakosan próbálják rájuk erőszakolni, és ezek idegenek az orosz tradicionális koncepcióktól, és ezeket el kell utasítani. Tehát alapvetően nem, ezt így nehéz leírni, vagy összefoglalni, ők önmagában nem az emberi jogoknak a meglétét utasítják el. Azt utasítják el, hogy az emberi jogoknak a terjesztése, vagy a megvédése, vagy a demokráciának a terjesztése, az egy másik ideológiának, a nyugati ideológiának, a liberális demokratikus ideológiának a része, és ez a fajta erőszakos terjesztés az idegen az eurázsianista kultúrától, és ezt el kell kerülni, ezt a fajta erőszakos átvételt. És a másik, ami még esetleg jellemző, hogyha itt nem lehetne beszélni, ők inkább a kollektivista eszmékben hisznek, tehát a népre, vagy a népnek egyedeire, az emberekre, nem mint egyedekre, vagy egyénekre tekintenek, hanem mint egy kollektív népcsoportnak a részeire. Ugye ez a fajta gondolkodás egyébként a cári Oroszországban is benne volt, meg ugye a Szovjetunióban is a kollektivizmus az abszolút jellemző volt, hogy itt nem egyénekről, önálló akarattal, önálló döntéshozatallal rendelkező egyénekről van szó, hanem egy kollektív csoportról, akik bizonyos kérdésekben együtt kell, hogy gondolkodjanak, bizonyos döntésekben együtt kell, hogy döntéseket hozzanak, és itt nem lehet szó individualizmusról, itt egy kollektív döntésekről, kollektív tudatról van szó. Említetted már a pánszlavizmust, és hogy az eurázsianizmuson túl számos ideológia van hatással jelenlegi orosz elitre. Milyen jelentősebb ideológiák befolyásolják az orosz vezetés gondolkozását? Hát, hogyha összefoglalnám, akkor legalább ilyen 4-5 ideológiai irányt tudnék említeni, hogy az eurázsianizmus mellett ilyen az imperializmus, a birodalmi koncepció, hogy Oroszország egy birodalom, Oroszországnak helye van a világ politikai porondon, és mindennek, amit az orosz politikában tesznek, ennek a birodalmi célnak kell alárendelni. A másik a pánszlávizmus, amit már ugye szintén említettem, hogy a szlávok egyesítésének a gondolata, ez ugye korábban jelent meg, mint az eurázsianizmus, tehát ennek 18. században volt, vagy indult el maga a folyamat, de egyébként 15-16. Században vannak a gyökerek, míg a horvát gondolkodóktól indult el, hogy a szlávoknak egy saját államra, saját népközösségre van szüksége. És ezeket a gondolatokat aztán az orosz birodalom karolta fel a 18-19. Században. Aztán van itt egy úgynevezett testvérnépek koncepció. Ez részben kapcsolódik a pánszlávizmushoz, és ugyancsak a 18-19. Században terjedt el. Ennek az volt a lényege, hogy Oroszország küldetés tudatából fakadóan felelősséget érez bizonyos Európában lévő szláv népek iránt, és ezeket a népeket meg kell védenie,
mert hogy ezek testvér népek. És ugye ezek a gondolatok megjelentek például akkor, amikor az orosz birodalom összecsapott a török birodalommal, és ugye a balkáni népeket szabadította fel a török elnyomás alól. Tehát ugye ez volt a fő magyarázat, hogy miért van szükség Oroszországnak beavatkozni a Balkánon, mert ugye küldetés tudata van, a testvér népeket védik meg. Aztán a 20. században ez a testvérnép koncepció némileg evolúcionált, és ez a fajta felelősség az már átcsapott egy olyan irányba, hogy az orosz nép a nagy testvér, és a többi nép, mondjuk a belaruszok, az ukránok vagy a lengyelek, ők a kis testvérek, akiket babusgatni kell, akik nem biztos, hogy jó döntéseket hoznak mindig, akik nem tudják, hogy nekik mi a jó, akik más, hogy mondjam, más ideológiák vagy más hatások alá esnek, de az oroszoknak, ugye a nagy testvérnépnek felelőssége van, hogy visszatereljék ezeket a népeket a helyes irányba. És nyilván az, hogy mi a helyes, azt az oroszok tudják jól. Aztán van itt egy ilyen szuverén ideológia elmélet, ez már inkább a 90-es évektől terjedt el, és ez is részben az orosz birodalmi szágon, részben az eurázsianizmuson alapul. Ugye sokan hallották Alexander Dugin nevét, az eurázsianizmusnak a képviselőjét, de Konstantin Malofejev nevét lehet, hogy kevesen hallották, pedig ő egy igen-igen népszerű, és Oroszországban elég ismert, hát nem tudom, politikusnak lehet említeni, vagy egy ilyen gondolkodó. Ő egyébként egy oligarha volt, aztán az elmúlt években jelentősen megcsapant a vagyona, tehát talán már nem nevezhető oligarchának. Minden esetre a 2000-es években szerzett vagyonát használta fel arra, hogy ezt a szuverén ideológia nézeteit elterjessze, és egy sajátos média birodalmat hozott létre, ez a Cárgrád TV, amely hozzá kapcsolódik, és amely egyébként rengeteg országban, szinte az összes balkáni országban elérhető. Nos, a szuverén ideológiának a képviselői azt mondják, hogy minden, ami a nyugattól jön, az rossz. Itt egy civilizációk összecsapásáról beszélhetünk, az orosz civilizáció, vagy a szláv civilizáció összecsap a nyugati civilizációval, és mindent meg kell tenni, hogy ezt a csatát a szláv civilizáció megnyerje. És Konstantin Malofejev az, aki konzekvensen a monarchizmusnak a nézetét képviseli. Ő azt mondja, hogy Vlagyimir Putyint az Isten küldte, ő azt mondja, hogy a monarchiát helyre kell állítani Oroszországban, és ez az egyetlen használható államforma, ami ráillik ugye Oroszországra, mert a monarchia képes összetartani az orosz birodalmat. Nyilván azután, hogy visszaállították az orosz birodalmat annak a 19. századi határaiban. És akkor van még egy jellemző ilyen eszmei világ, ami meghatározza a mai Oroszországot, ez pedig a ruszki mír koncepció, magyarra fordítva orosz világ koncepció. Ez is egy viszonylag friss koncepció, a 2000-es évek elején terjedt el. Ennek, és egyébként nem is egy ideológiának indult, hanem egyfajta doktrínaként. Vlagyiszláv Szurkov volt ennek a fő ideológusa. Ő egy politikus, aki a 2000-es években az orosz elnöki adminisztrációnak a vezetője volt. És ő lényegében azt mondta ebben a ruszki mír koncepcióban, ennek több eleme van, az egyik eleme az, hogy Oroszországnak fel kell nőni az Egyesült Államokhoz, és az amerikai soft power koncepciót át kell venni. Tehát a soft power az, amikor nem kemény eszközökkel, nem mondjuk katonai vagy gazdasági eszközökkel terjeszti ki egy állam befolyását, hanem mondjuk kulturális, vagy nyelvi
eszközökön keresztül terjesztik ki az állam befolyását. Ugye tipikusan ilyen, ugye az amerikai befolyásnak a soft power eszközei, a Hollywood, különböző sorozatoknak az elterjesztése, az angol nyelvnek a használata, nem tudom, a programozástól kezdve, az interneten át, még egészen sok területen. Tehát ezek mind soft power eszközök, és azt mondta Vlagyiszláv Szurkov, hogy létre kell hozni egy ilyen ruszki mírt, egy ilyen orosz világot, ami orosz kultúrán, az orosz nyelven alapul, és ezt minél szélesebb körben kell elterjeszteni. És ennek a ugye ennek a megvalósításához létrehoztak egy alapítványt, a Ruszki Mír alapítványt, amely hát a csúcsponton azt hiszem több mint 90 ilyen fióka vagy intézettel rendelkezett világszerte, 94 ilyen intézettel rendelkezett világszerte, és különböző ilyen projekteket szponzorált, ugye orosz színházaknak a működését, orosz nyelvtanulásnak a terjesztését. Tehát önmagában ezek nem voltak egyébként rossz koncepciók, rossz irányok, de volt olyan része is, hogy fel kell használni a világszerte élő orosz etnikumokat, tehát azokat az orosz kisebbségeket, akik a világ különböző részén élnek, akik a Szurkov gondolkodásában, ők is politikai eszközökké váltak. Ezeket a külföldön élő orosz kisebbségeket aktivizálni kell, fel kell használni őket politikai befolyáshoz, befolyásszerzéshez, és ez a Ruszki Mír szervezet, az többek között ugye ezzel is foglalkozott, hogy világszerte élő, aktív, ilyen orosz, ilyen politikai réteget próbált ugye létrehozni, támogatni, aktivizálni, hogy segítsék ugye az orosz befolyásszerzést világszerte. Csak ugye néhány ilyen említés, hogy ugye balti államokban az ott élő lakosságnak a negyede orosz kisebbséghez tartozik például. Vagy Kazaksztánban ugye ott is nagyjából a lakosság negyede orosz kisebbség. Belarusban az ottani lakosságnak mintegy 10%-a orosz. Vagy ugye Ukrajnában, hogyha itt a Krím-félszigetet is bele hozzászámítjuk, akkor ott is ugye 17%-nyi orosz van. De sok más ilyen ország, a Kaukázuszon, Közép-Ázsiában, Moldovában, ahol az orosz kisebbség komoly erőt képvisel, és hogy a Ruszki Mír koncepcióban ezeket az ott élő oroszokat aktivizálni kell, fel kell használni a saját maguk céljaira. Ezért építette ki Oroszország a 2000-es években a külföldön működő média világát, ugye a Russia Today 2000-es években indult, és aztán azt hiszem 14 vagy 15 országban jöttek létre fiókjai, a különböző nyelveken. Ezek mind ugye azt szolgálták, hogy kiszolgálják ezt az orosz koncepciót, és az orosz befolyást világszerte elterjesszék. És aztán ebből a doktrinából, a Ruszki Mír doktrinából egyfajta ideológia lett. Tehát ugye ennek a képviselői ugye azt mondják, hogy az orosz befolyást, kulturális befolyást, az orosz kisebbségeken létező befolyást, azt minden lehetséges eszközökkel terjeszteni kell. Beleértve például azt, hogy 2000-es években indult meg az a fajta ilyen irány, hogy elkezdtek a külföldön élő oroszoknak orosz útleveleket, orosz állampolgárságokat osztogatni. Tehát miközben, nem tudom, a 90-es években a balti országokban élő oroszok észtek, vagy litvánok, vagy lettek voltak, tehát ilyen állampolgársággal rendelkeztek. Ugye a Szovjetunió összeomlása után ilyen állampolgárságokat kaptak. A 2000-es évektől kezdve gyakorlatilag mindenki, aki bizonyítani tudta, hogy valamilyen módon Oroszországhoz kapcsolódik, orosz kisebbséghez kapcsolódik, ők mind orosz állampolgárságot kaptak. És aztán ez ugye lehetőséget adott Oroszországnak, hogy azt mondhassa, hogy itt és itt ők az oroszok érdekeit védik, hiszen
lám-lám, ők ott orosz állampolgárok, őket meg kell védeni. És az adott ország az nem tudom, ellenséges lépéseket tesz az oroszokkal szemben. De hát ők azért orosz állampolgárok, mert Oroszország tudatosan orosz állampolgárságot adott ezeknek az embereknek a 2000-es évektől kezdve. Hogy felhasználja őket ugye a politikai céljaikban. Tehát ez nem egy, hogy mondjam, ez nem egy ilyen kulturális, vagy nem egy ilyen jó tett cselekedet volt, hanem ugye ez konkrétan, nyilván Magyarországról nézve ezeket, itt rögtön ugye próbálunk párhuzamokat vonni a Trianon, a külföldön élő, vagy külföldön ragadt magyarokkal, ugye Erdélyben, nem tudom, Kárpátalján, és ebből próbálunk párhuzamokat vonni, amikor halljuk például ezeket az orosz törekvéseket, hogy hasonló lenne a helyzet, mint nem tudom, Magyarországon. És Oroszország felkarolja ezeket a külföldön élő oroszokat, de ugye nem teljesen erről van szó, hanem arról van szó, hogy ezek az oroszok erőszakos betelepítése következtében kerültek ezekbe az országokba. Ugye a Szovjetunió korszak alatt, ugye a Krím-félsziget is azért lett orosz többségű, mert egészen az 1920-as évektől kezdve egy erőszakos eloroszosítás kezdődött, oda telepítettek több százezer oroszt, majd pedig ugye a Krím-félszigetnek a jellemző, vagy a többségben lévő népcsoportját, a krími tatárokat, a kollektív bűnösség egyében kitelepítették onnan. És ugye nagyon hasonló ilyen kitelepítések, betelepítések következtek be a poszt-szovjet térség szerte is, hát elég mondjuk Kaliningrádra gondolni, vagy a balti államokra, ahol ugye azért van nagyon sok orosz, mert egyrészt munkaerőre volt szükség, és oroszokat telepítettek oda, másrészt pedig mondjuk a baltiakat nem megbízható népcsoportnak minősítették a szovjet korszak alatt, és ezeket a nem megbízható népcsoportokat ki kellett bővíteni megbízható emberekkel, ezért kerültek oda mondjuk orosz katonák, orosz vezető orosz tisztviselők, akik hozták a családjaikat. Tehát ez a folyamat az nem egy történelmi, jellemzően nem egy történelmi ívet írt le, tehát nem ilyen szempontból azért óva intenék mindenkit, hogy párhuzamokat vonjon mondjuk Trianonnal, ahol tényleg egy történelmi tragédiát követően a magyarság egy része külföldön ragadt. Ami jelenleg ugye ezen a téren Oroszországban látunk, ezek inkább politikai manőverek, amelyek ugye a politikai befolyásnak a kiterjesztését szolgálják, és nem tudom, a történelmi kiragadt oroszoknak az egyesítését. Itt nem erről van szó. Beszéltünk arról, hogy a belpolitikáról hogyan gondolkozik az eurázsiai mozgalom. Gondolok itt a kollektivizmusra, a központosításra, az emberi jogokra. Ezt az eurázsiai gondolatrendszert az egész világra ki szeretnék terjeszteni, vagy ezt így a birodalom négy falla között kívánják kezelni? Tehát akarják mondjuk-e azt, hogy az Egyesült Államok belpolitikáját saját képükre szabják? Nem. Ők kizárólag, tehát ez egyfajta izolacionista gondolkodás, amit ők képviselnek. Tehát nem arról van szó, hogy ki szeretnék ezt terjeszteni másra. Ebben egyébként ugye jelentős viták voltak a szovjet korszakban, tehát ugye említettem, hogy maga az eurázsianizmus koncepciója 1921-ben jött létre, nem a Szovjetunióban jött létre, hanem az emigrált, ugye fehér mozgalomnak a polgárháború után a fehér mozgalomnak a képviselői, akik ugye a kommunistákkal, a bolsevikokkal szemben helyezkedtek el, ők alakították ki ezt a koncepciót, és ők azt gondolták, hogy a Szovjetunió a kommunista ideológiával egy félresiklott a történelemben, és ők képviselik azt az irányt, ami a helyes vonal lenne. És itt a földrajzi koncepcióból eredően ők úgy gondolkodnak, hogy az eurázsiai tér, az európai és az ázsiai kontinensnek ezek a bizonyos területei, ahol Oroszország elterül, az a síkság, az
ez egy nagyon sajátos helyzetet teremtett Oroszországra nézve, ami nem hasonlítható össze semmelyik másik országgal, vagy semmelyik másik régióval. Tehát miközben a Szovjetunióban ők egy ilyen kommunista internacionáléban hittek, ők azt gondolták, hogy a kommunizmust, ugye a kommunizmus lesz az a forma, amit mindenki át fog venni, és itt globális forradalmakat kell kirobbantani, hogy aztán mindenki kommunista legyen, függetlenül attól, hogy ők most nem tudom, Oroszországban élnek, vagy Németországban, vagy Brazíliában, vagy Washingtonban. Az eurázsianizmus gondolkodói ezt teljesen máshogy látják, ők azt gondolják, hogy amit nem tudom, Dél-Amerikában, ami Dél-Amerikában történik, az egy teljesen másik fejlődési vonal, ami nem tudom, Afrikában van, az megint egy másik fejlődési vonal, és az eurázsianizmus az adott kulturális feltételekből, irányból fejlődött ki, kulturális háttérrel rendelkezik, és nem hasonlítható össze semmelyik másik régióval, semmelyik másik folyamata. Ebből ered ugye az egyedi Oroszországnak az egyedi küldetés tudata, az egyedi fejlődés iránya, tehát ők úgy gondolják, hogy ők olyan fejlődés irányt képviselnek, ami sehol máshol nem nincs. Tehát ezek mind ugye az orosz civilizációnak, vagy a szláv civilizációnak a sajátosságaiból fakadnak, és nem abból, hogy ezt át lehetne ültetni bármilyen másik helyzetre, vagy bármilyen másik régióra. Tehát ez inkább egy ilyen izolációs gondolkodással párosuló ideológia, mint sem egy ideológiai export, amit meg lehetne tenni az eurázsianizmus esetében. Említetted az orosz vezetés ideológiai alapjait, ugye az imperializmust, a pánszlávizmust, a testvérnépek koncepciót, a szuverén ideológia elméletet, illetve az orosz világ koncepciót, és ideértve az eurázsianizmust is. Van valós követőtábor Oroszország belül ezeknek az ideológiák? Ez nehéz mérni, hiszen ilyen felmérések nincsenek a mai Oroszországban, hogy kik azok, akik nem tudom, imperializmust követnek, vagy eurázsianizmust követnek. De vannak bizonyos jelei annak, amiből gondolhatjuk, hogy pontosan hogy néz ki Oroszországban ez a politikai térkép, vagy ideológiai térkép. Például abból, hogy az orosz hatalom milyen nézeteket követ, és ugye, amit említettem, ezeknek a nézeteknek az egyvelegét, ezek mind jellemzőek a mai Oroszországra, tehát ezek az uralkodó ideológiák, az orosz világnak koncepciója, az eurázsianizmus, pánszlávizmus, tehát mind, amit említettünk, ezek uralkodó eszmék, de egyik sem ilyen egyeduralkodó, egyik sem a jellemző eszméje az orosz hatalomnak, ugye az az érdekessége, hogy a jelenlegi orosz vezetés olyan eszméket, tehát olyan elemeket használ fel ezekből az eszmékből, ezekből az ideológiákból, amelyek kényelmesek, vagy amelyek beleillenek abba a képbe, amit ők követnek. Mondok egy példát, az eurázsianizmusnak ugye több tézise van, de az egyik tézis az, hogy ők nem az európai kultúrkörnek a részei, ők a mongol birodalomnak az örökösei. Nos, ezt a tézis például nem veszi át az orosz hatalom, mert az orosz hatalom abban gondolkodik, hogy a Putyin program cikkeiből is előjött, hogy a kijevi rusz az orosz birodalomnak a gyökere, és Nagy Péter a Vladimir Putyinnak a mintaképe, aki nyugatos volt, aki ugye ezeket a nyugati kapcsolatokat kialakította. Tehát ebben például vannak eltérések. De mindegyik koncepcióból azokat az elemeket szintetizálja az orosz vezetés, amelyek szimpatikusak nekik, vagy amelyek személyesen Vladimir Putyinnak szimpatikusak, hogy ezt most nehéz megítélni, hogy miről van szó. Tehát mivel ezek a nézetek az uralkodó paradigmának a részei, ezért azt gondolhatjuk, vagy azt mondhatjuk, hogy elég széles körben elterjedtek, mivel ugye az orosz médián keresztül, az orosz vezetés nyilatkozatain keresztül az orosz nyilvánosságba is beszivárognak, és az orosz nyilvánosság is átvezi ezeket a
átveszi ezeket a téziseket. Tehát én azt gondolom, hogy hogyha összességében beszélünk ezekről az uralkodó nézetekről, akkor elég nagy. Tehát az orosz lakosságnak a nagy része valamilyen hasonló gondolkodásmódban van, és hát valljuk be, az Oroszországban élve a nézeteknek egy része igazán imponálhat, igazán szimpatikus lehet az orosz lakosságra nézve, hiszen ki ne akarna egy nagy birodalomban élni. Tehát nyilván mondjuk a birodalmi nézeteknek az elterjedése az abszolút érthető, hiszen ezek a nézetek azt mondják, hogy mi egy birodalom vagyunk, és birodalomhoz illő módon kell viselkednünk, és ugye befolyást szerezni világszerte. Nyilván ezek appellálnak az orosz lakossághoz. Az abszolút jó érzés azt gondolni, vagy azt mondani, hogy igen, mi egy birodalom vagyunk, igen, mi megtehetjük ezt és ezt, és ugye arra kell törekedni, hogy birodalomként minden nagyobb legyen befolyásuk. Vagy nem tudom, a pánszlávizmus elméletében megint csak ugye az, hogy mi egy nagy kultúrkörnek a részei vagyunk, és vannak testvéreink, Európa szerte, akik hát ha nem is többségben, de jelentős részét képezik az európai népeknek, legyen szó, nem tudom, lengyelekről, vagy szerbekről, vagy ukránokról, ugye ez is appellál az orosz lakossághoz. Tehát ezek a nézetek azért megfelelő ideológiai keretezéssel, megfelelő alapozással igencsak vonzóak lehetnek az orosz lakosságra nézve. Az, hogy konkrétan az egyes irányoknak, egyes ideológiai irányoknak mekkora követő tábora van, tehát ahogy említettem, ennek a szintetizáló jellegű ideológiai ernyőnek egészen nagy a követő bázisa. Az, hogy az egyes nézeteknek, mondjuk az eurázsianizmusnak, vagy a szuverén ideológiának mekkora követő bázisa van, ezt nem tudjuk pontosan, de milliókról van szó. Elég megnézni például, hogy az egyes közösségi oldalakon, vagy Telegram csatornákon mennyien követik ezeket a gondolkodókat, vagy olyan médiumokat, amelyek ugye ezekhez a gondolkodókhoz kapcsolódnak, mondjuk a Cárgrád TV, ugye milliós nagyságrendről van szó, tehát ezek azok az emberek, akik közvetlenül olvassák napi szinten ezeket a gondolkodókat és az információjukat ezekből a forrásokból merítik. De ahogy említettem, az összefoglaló, szintetizáló ernyő az sokkal nagyobb, az orosz lakosságnak a nagy részét biztos, hogy lefedi. Említetted, hogy a putyini Oroszország a többpólusú világnak a híve. Hogyan áll hozzá ehhez a kérdéshez, ez a világrend elképzeléshez az eurázsianizmus? Határozott meg az eurázsianizmus pólusokat a világrenden belül? Hát az eredeti eurázsianizmusban nem voltak ilyen elemek, egyáltalán nem. Tehát ugye 1921-ben alakult ki eredetileg az ideológia, ott nem volt olyan, tehát nem voltak geopolitikai elemei ennek az ideológiának. De pontosan Alexander Dugin volt az, aki behozta a geopolitikát ebbe az eurázsiai koncepcióba. Ugye ettől mondhatjuk, hogy újdonságot hozott, és ezért is az ő esetében nem feltétlenül eurázsianizmusról, hanem inkább neo-eurázsianizmusról beszélhetünk, mert ez egy eurázsiai eszmék mellé behozta a geopolitikát, és behozta a jobboldali nacionalista eszméket is. Dugin azt mondta, ugye itt talán a legismertebb könyvét szokták idézni, a negyedik politikai elméletet, ami azt hiszem 1997-ben jelent meg. Ő azt mondta, hogy tehát Dugin akkor a bipoláris világrendben hitt, ő azt gondolta, vagy akkor legalábbis azt mondta, hogy az eurázsianizmus és az eurázsianizmus által jellemzett Oroszország a bipoláris világrendnek az egyik eleme, ugye az egyik ugye eleme a nyugat, a
az angol száz, vagy nyugati világ, amely ugye szembe helyezkedik el az eurázsiai világgal. Tehát ez egy a bipoláris... putyini globális dél? Hát ugye akkor még nem volt Putyin, amikor Dugi megfogalmazta ezt az elméletet 1997-ben. Sőt, hát maga Oroszország is akkor erősen le volt gyengülve, sőt egy évvel később, miután megjelent Dugin könyve, egy gazdasági, a hidegháborús rendszerbe és a globális térnek az egyik elemévé váljon, ennek a bipolaritásnak az egyik elemévé váljon, de hát nyilván Dugin akkor nagyon azt szerette volna, hogy ez így legyen. És az a multipolaritás, amiről te is beszéltél, az már inkább a 2007-től kezdve, de még inkább a 2010-es évektől kezdve jelent meg az eurázsianizmusnál, és ugye amikor sokan azt beszélik, hogy milyen hatással volt Duginnak Putyinra, hát akkor itt meg lehet említeni azt, hogy Dugin a bipolaritásban hitt, ugye erről jelentek meg a könyvei, ugye előbb a negyedik politika elmélet, aztán később volt több másik könyv is, ami megjelent ez az elmélet, és miután Putyin 2007-ben a müncheni biztonságpolitikai konferencián elmondta a híres beszédét, ugye hagyományosan az Oroszország szakítását a nyugattal 2007-hez kötik, amikor Putyin fellépett a müncheni konferencián, és azt mondta, hogy nem hisz az amerikai hegemóniában, az amerikai hegemóniát vissza kell vágni, és Oroszország mindent meg fog tenni, hogy küzdjön az amerikai hegemóniával szemben, és akkor azt is mondta, hogy a multipoláris világrendben hisz, hogy szerinte a világ afelé halad, hogy multipoláris legyen, és Oroszország a multipoláris világrendnek az egyik eleme kell, hogy legyen. Nos, miután Putyin elmondta ezt a beszédét, Dugin következő könyvében, amely nem emlékszem pontosan 2008-2009 környéke jelent meg, akkor már nem a bipolaritásról beszélt, hanem ő azt mondta, hogy az eurázsianizmusnak a multipolaritáson kell alapulnia, tehát igazából Putyinhoz hozzáigazította a saját gondolkodását. A korábbi bipolaritás felváltotta a multipolaritás, tehát a jelenlegi neo-eurázsianizmusban, amit ugye Alexander Dugin képvisel, ebben a multipolaritás az egyik ilyen meghatározó elem. De korábban, ahogy említettem, az eredeti koncepcióban egyáltalán nem szerepelt ilyen geopolitikai társítás, és Duginnak az eredeti koncepciójában pedig bipolaritás volt jellemző. A duginyi neo-eurázsianizmus hogyan áll Kínához és az Egyesült Államokhoz? Jó kérdés. Ugye markánsan inkább az Egyesült Államok jelenik meg ebben a koncepcióban, mert az Egyesült Államok a dugini álláspont, és ugye az eurázsianizmus álláspont szerint ez egy ellenfél, a nyugati világnak a képviselője, és ugye mind Duginnál, mind a már említett, hogy a malofejevi nemzeti szuverenitással van egy ilyen permanens küzdelem a Nyugat és Oroszország között, és ők azt mondják, hogy ez a küzdelem ez soha nem fog véget érni, amíg létezik egyfajta kollektív nyugat, amit most az Egyesült Államok vezet, és amíg létezik Oroszország, addig mindig is lesz közöttük ellentét, és mindig is lesz közöttük küzdelem. És az a fajta ideológia, amit az Egyesült Államok képvisel, az ellentétes az orosz, vagy az eurázsianista értékekkel, az ortodox ideológiával, az ortodox erkölcsi tanokkal többek között, vagy a nemzeti ideológiával, kulturális elemekkel, ezek idegenek. Tehát az Egyesült Államok ebben a koncepcióban az egy az kifejezetten egy ellenfél, egy ellenség, amely ellen küzdeni kell, sőt, ugye a Nyugat-Európa is ennek az ellenségképnek a részeként jelenik meg, mint a kollektív nyugatnak a része, az angolszász világnak a része. Kína ebben a relációban
Hát nem annyira jelenik meg a Dugini koncepcióban. Tehát Kína ugye ennek az eurázsiai kontinensnek, egy egyesített kontinensnek a része. Sőt, ugye Kína által elindított geopolitikai projekteket, ugye 2013-ban jelentette be Kína az egy övezet, egy útnak a létrehozását, egy olyan infrastrukturális projektet, vagy koncepciót, amely összekötné Európát és Ázsiát, és ezeket alapvetően ezeket a projekteket ezek a gondolkodók üdvözölték, hiszen lehetőséget láttak abban, hogy infrastrukturálisan is összekössék az európai és az ázsiai kontinenst, és Oroszország, mint ennek az eurázsiai térnek az uralkodója, amely összefogja a két kontinenst, az profitálna ebből a helyzetből. De ugye ez az, ahol vannak eltérések egyébként az orosz politikai gondolkodás, és mondjuk az eurázsianizmus, vagy ugye Dugin és Malafejev koncepciói között, mert miközben, ahogy említettem, ők ugye bizonyos infrastruktúrális projekteket Kínával üdvözölték, vagy kifejezetten ugye ellenségesnek tekintenek a nyugati világgal szemben, addig az orosz vezetés gondolkodásában, ugye Putyin gondolkodásában ismert, hogy ő korábban közeledni próbált volna inkább Nyugat-Európához, és az orosz vezetésnek a gondolkodása az inkább Amerika ellenes, mint Európa ellenes. Tehát Európa egyfajta áldozatként jelenik meg, vagy Nyugat-Európa egyfajta áldozatként jelenik meg. Hiszen ők, hát itt fel lehet hozni, hogy például Németországgal kapcsolatépítésre törekedtek, főleg ugye az energetikai szférában, amire az eurázsianisták nem néztek jó szemmel. Vagy azt is meg lehet említeni, hogy miközben ugye nyilvános szinten a kínai projekteket üdvözölték, de nem nyilvános forrásokból tudjuk, hogy Kína egy övezet egy út projektje, ugye 2013-ban, amikor elindult, akkor komoly fejtörést okozott Moszkvának, hiszen ők biztonsági kockázatokat láttak benne. Tehát miközben van itt egy ilyen kettősség, hogy most persze Kína a alternatíva, mert a nyugati világgal Oroszország izolációba került, de az elmúlt években azért voltak fenntartások a kínai befolyásszerzéssel szemben. Tehát itt az egyövezet egy út projektre az orosz vezetés nem csak infrastruktúrális projektként tekintett rá, hanem mint kínai geopolitikai ambícióknak a kiteljesítőjére, és ők féltették az orosz befolyást például a Kaukázuson, a Közép-Ázsiában, az orosz távol-keleten, és úgy gondolkodtak, hogy reális veszélye van a kínai befolyásszerzésnek. Tehát itt azért vannak olyan kettőségek és ellentétek a bizonyos ideológiai vonalakban, és a jelenlegi ugye orosz vezetésben, ahogy eltér a két irányzat, ahol nem teljesen egyezik össze. Nagyon szépen köszönjük Bendazsevszky Antónak, hogy fogadta a hívásunkat, a hallgatóknak pedig a figyelmet, viszont hallásra. Köszönöm szépen a beszélgetést én is.